nagyon nagy várakozással tekintett a zenekar is, meg a közönsége is, meg a közvélemény a koncert elé, hiszen Magyarországon még nem volt olyan, hogy egy egyébként 8 Oscar díjat nyert hollywoodi film élő zeneivel kerüljön levetítésre. Ugye ez nálunk Győrben történt volna meg először, méghozzá az egyetemi csarnokban március 26-án, és hát való igaz, hogy amikor ez a felvétel készül ugye erről a műsorról, akkor még nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Mivel a koronavírus miatt az operatív törzs azt javasolta a kormánynak, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltsa meg, nem valószínű, hogy március 26-án megtartják az Amadeus Live című koncertet. Több mint 2000 jegyet eladtunk, talán már csak 250 van a 2400-ból erre a filmvetítésre, vagy mozival egybekötött hangversenyre. Ez nyilván érintett ebben a témában, hogyha a kormány ezt a döntést meghozza, akkor természetesen a hangversenyt el kell halasztanunk. Itt az elhalasztanunkat szeretném egyébként aláhúzni hangsúlyozottan, hiszen természetesen a kulisszák mögött mi már tárgyalunk a jogtulajdonossal, illetve az egész projekt mögött álló angol-japán céggel, hogy ha a kormány olyan döntést hoz, ami nem teszi lehetővé a március 26-ai hangversenyt, akkor milyen egyéb opciók vannak, teljesen nyitottan álltak a kérdéshez, és örömmel mondhatom el a némi, örömben némi öröm az, hogy a koncert az nem elmarad, hanem esetleg később kerül megrendezésre. Mindenképpen lesz koncert. Mindenképpen lesz. A mostani helyzetet ismerve valószínűbb azért, hogy elhalasztják, tehát hogy március 26-án. Én a mai tudásom szerint, ha fogadni kéne, akkor arra tennék fel nagyobb összeget, hogy ez elmarad. A zenekar márciusi pozsonyi fellépése egészen biztos, hogy elmarad, mert Szlovákiában már nem látogathatók a kulturális intézmények. Szerdán az is kiderült, hogy Győrben az ifjúsági koncerteket sem tartják meg az iskolákban. Ezen a héten a zenekar az ifjúsági hangversenyeket játsza. Ugye tudni kell azt, hogy a Győri Filmikus Zenekarnak van 5-6 ezer győri gyermek bérletese két sorozat keretében, és a most futó sorozatnak van 5000 gyermeke, aki ezeket a hangversenyeket látogatja. Hétfőn játszottunk kettőt, kedden játszottunk kettőt, ma már játszottunk szintén, de a holnap meg a holnap utánra vonatkozóan a tankerületének a kérésének vagy körlevelének megfelelően egyik másik iskola már lemondta a részvételét a hangversenyekről, úgyhogy valószínűleg ez a sorozat is valamilyen úton, módon félbe fog szakadni, amit később kell majd pótolnunk. Azt, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar fellépéseit hogyan érinti a koronavírus miatti helyzet, részletesebben megtudhatják az este fél 10-kor kezdődő konkrét című műsorunkból.